Két helyszínen, a Kazinczy Ferenc általános iskola udvarán és a Városligetben zajlott az ifjúsági polgári védelmi vetélkedő. A verseny első interaktív fordulójából ide a térségi fordulóba már a legjobban teljesítő 12 csapat jutott be. A csapatoknak különböző feladatokon keresztül kellett bizonyítaniuk, hogy felkészültek a katasztrófa helyzetek kezelésére. Új elemeket igazából nem emeltünk be, hanem talán a versenyszámokat tarkítottuk, illetve az aktuális veszélyhelyzetekhez igazítottuk. Így újként beemeltük az árvízi védekezésnek a módjait. A gyerekek egyfajta ismeretet kapnak majd, hogy milyen árvízi védekezési feladatokat lehet ellátni homokzsákkal. Az összes többi versenyszámnál úgy gondolom ez visszatérő, és ők már, hogyha erre készültek az elmúlt években, akkor találkoztak ezekkel a versenyszámokkal. Az idei évtől a verseny szervezését átvette az Országos Katasztrófavédelmi Szövetség, így országosan egységes feladatokat kellett végrehajtaniuk a csapatoknak a térségi fordulókban is. Egy közös szervezési anyag került kiadásra, amelyben meghatározták a versenyszámokat. Ebből lehet válogatni, és így az országban mindenütt egyforma esélyekkel indulnak a gyerekek. Tehát gyakorlatilag, amit a helyi szinten megtanulnak, azt a megyei, illetve az országos versenyen ugyanúgy tudják továbbvinni. Tehát gyakorlatilag ezzel egy egységesítés, egyfajta közös gondolkodás sikerült létrehozni. A verseny lebonyolításában a Polgári Védelmi Irodán és Szövetségen túl idén is közreműködött a helyi rendőrség és tűzoltóság is. Az idei éven egy puttonyfecskendő használatának a bemutatását, gyakoroltatását láthatjátok majd a versenyen, úgyhogy ezt gyakorolták nálunk elég sűrűn a srácok. Ugyanakkor sok mindent gyakorolnak folyamatosan napról napra, mert május 5-én lesz a tűzoltóság, a városi tűzoltóság által szervezett verseny, ahol még számtalan más tűzoltó feladatot gyakorolnak a srácok, így ezt a két versenyt közösen, a felkészülés közös időben tudják így megtartani. A versenyre a térség általános iskoláinak csapatain túl két csapat érkezett határon túlról, Szlovákiából. Két országban máshogy működik a rendszer, a katasztrófavédelmi rendszer, és szerintem nagyon hasznos nem csak a diákok számára, de szerintem a felkészítő pedagógusok számára is, hogy tapasztalatot cseréljenek, és lehet, hogy aztán a később fel tudják ezt használni a saját részükre is. Tehát az egyes országok tudnak egymástól tanulni is nagyon sok mindent. A térségi vetélkedőn legjobban szereplő csapatok a megyei fordulóba jutottak tovább, és onnan esélyesek az országos döntőn való szereplésre.